Idén télen már nem kell fáznia a Zöldfa utcában élő kispatakiné Színási Melindának és családjának. Az MSZP Kecskeméti szervezete nevében Halász Gábor, a párt képviselőjelöltje adott át egy új kályhát a Karol Vojtila Barátságközpont előtt, a ház egyik nehéz körülmények között élő gondozottjának. A család gyermekei tavaly télen sokszor fáztak, a ma átvett tűzhelynek köszönhetően azonban a zord hónapokban is biztosan kellemesen meleg lesz majd a Zöldfa utcai házban. Az adományozók a szállítást is megoldották, a Vojtila háztól a megajándékozott otthonába vitték a kályhát. Az Árpádvárosi óvodánál egy kerékpártárolót helyeztek el a kecskeméti szocialisták, ugyancsak ma délután. Laskovics Diana, a körzet MSZP-s képviselőjelöltje híradónknak elmondta, hogy az óvoda elől már régóta hiányzott egy olyan tároló, ahol a szülők biztonságosan lezárhatták volna kétkerekűiket, amíg gyermekeiket reggel bevitték az intézménybe, vagy délután elhozták onnan. A 2x2 méteres tároló vászszerkezetét úgy alakították ki, hogy ahhoz gyermekkerékpárokat is rögzíteni lehessen.